Mekkora lehetett a budai krónika kinyomtatásának a költsége? Mekkora volt a költségvetés, a büdzsé? Ugye ez azért is fontos, mert tudni kell, hogy ebben mondjuk Vitéz Jánosnak vagy Kárai Lászlónak milyen anyagi ellenszolgáltatást kellett tenni, hogy egyáltalán az első nyomtatott könyv megjelenhessen Magyarországon. Fitz József nagyon sokra húzta a sajtóknak a számát, a nyomdászmestereknek a számát. 400 példányról beszél, meg 700 aranyforintról. Ez túl nagynak tűnik. Sokkal logikusabb, amit Borsa Gedeon mondta, hogy ő 240-250 példányról beszél, amihez nagyjából 20 rizsma, 2 bála papír volt szükséges, aminek az ára szintén a Gida bácsinak a számítása szerint olyan 34-35 aranyforint lehetett, és ezt egyébként Soltész Zoltáné 60 arany forintra becsüli. Én azt mondom, hogy nagyjából állapodjunk meg a kettő között. 50 arany forint lehetett a papír ára, ugye ez a legnagyobb költség volt az egész műveletben, és még körülbelül 50 arany forint ment el, össze kellett állítani a prést, volt fa, iparos munka, fém munka, sok minden egyéb. Úgy tűnik, hogy Kossz Kvártét az kapott Kárai Lászlótól itt a budai várban, tehát arra valószínűleg nem kellett költeni, de hát fűteni, gyertyától elkezdve sok minden más egyéb költsége is fölmerülhetett. Tehát most azt lehet kijelenteni, hogy nagyjából 100 arany forint volt 1472-73-ban a budai krónika előállításának a költsége.